Eredeti több mint 100 éves oszlopok tartják az új munkásszállót Faddon. A településen ünnepélyes keretek között adták át a 2020 áprilisában indult projektet. Bordács József polgármester úgy látja, hogy a beruházás gazdasági szempontból pozitív hatással lesz a nagy községre. Nyilván bevételt jelent a településnek direktbe vagy átvitt értelembe. Ez mellett munkahelyet is teremt nyilván. És az meg még külön úgy mondhatom boldogság egy polgármesternek, hogyha ez a vállalkozás úgy érkezik a településre, hogy egy nagyon leromlott műszaki állapotú épület együttes megvásárol, és ezt felújítja. Ennek vagyunk most itt a szemtanúi, én azt gondolom tényleg egy nagyon igényes, gyönyörű szép épület együttest láthatunk itt. A projekt összesen 424 millió forintból valósult meg, amelynek 70%-át a magyar állam támogatta. A munkálatok során az 1300 négyzetméter alapterületű egykori dohánybeváltó épületből alakítottak ki egy modern, kétszintes létesítményt, amelyben 78 szoba, illetve egy közel 350 négyzetméteres ebédlő található meg. Ide érkező munkásoknak pihenésre is szükségük van, és az kultúrát keretek közt kell. Megoldani ezek a terek mind lehetőséget adnak, ahhoz képest, mint ha lerakom konténert egy betonozott vagy térkövezett udvarra. Süli János Tolnamegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról is beszélt, hogy amikor a jövőben csökken a kereslet a szállás iránt, más célokra is tudják majd hasznosítani az épületet. Ezek idős otthonok, vagy bármilyen egyéb kollégiumok, vagy bármilyen lehetnének, hogy itt alapvetően FAD vonatkozásában ez egy idős, emelt szintű idős otthon lehet hosszú távon, hiszen a szobák is kétszemélyes szobák lettek kialakítva, tévével, hűtővel, mindennel, úgy közösségi térrel. Az esemény zárásaként a résztvevők bejárhatták a faddi munkásszállót.